Tehát akkor újra köszöntöm körünkben dr. Púl Anttal, tervező urat, a Púl és társa építési irodától. Ugye, amikor röviddel ezelőtt azt a törvénytervezetet olvastuk, illetve a kész törvényt is rá nem sokkal, hogy 2017-től nekünk bölcsödével és illetve ilyen kategóriai munkával kell rendelkeznünk, most már kicsit tisztában láttunk, és pontosabban fogalmaznék, gondoskodnunk, ami azért nem mindegy, akkor azonnal felvettük a kapcsolatot a Púl és Dajka, Púl és társa építési irodával, ugyanis a mi óvodanegyedünk már egy időben elkészült. Igaz, hogy a létszám és a törvényi változások azt igényelték, hogy az óvoda tervezésébe is nyúljunk bele, és mivel ez a bölcsöde ilyen derültékből villámcsapásként ért minket, ezért a bölcsödét is egy csomagban próbáltuk terveztetni Púl úrral. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen rekordidő alatt és sok-sok elfoglaltság mellett, gondolom azért, mert Duna Bogdányról van szó, Anttal előre vettél minket, ezt most még itt a kivetítés előtt hálásan köszönöm, és köszönjük azokat a, hogy úgy mondjam, anyagi segítségeket is, amiket a tervezésnél számunkra megteszel. Én láttam már az anyagot, számomra nagyon tetszik. Az, hogy mi tud belőle megvalósulni és mi nem, az már nem a tervező úrnak az asztalára tartozik, azt mi majd külön megbeszéljük, de most azért van itt köztünk, és azért is tettük át ezt a mai képviselőtestületi ülést kedre, hogy itt tudjon lenni, hogy minden szakmai oldalról meg tudja nekünk világítani ezt az új óvoda és új bölcsödét. Ha megkérhetlek Anttal, akkor kezd el a bemutatást. Mikrofon. Pár évvel ezelőtt készült már egy olyan engedélyezési terv, ahol elvileg már hat csoportos figurája volt a beépítésnek, de akkor nem volt pénz csak az első ütemre, ahol három foglalkoztató készült el, és az akkori szabályok szerint hozzátartozó különböző kiszolgáló helyiségek beleértve vezetői irodát, meg egyéb ilyeneket. Most a mostani tanulmánytervnél az volt a feladat, hogy lehet, hogy itt kell tovább menni. Igen. Tehát a mostani tanulmánytervnél az volt a feladat, hogy ne csak három foglalkoztatóval bővüljön az óvoda, hanem egy melegítő konyhával is, mert időközben az is eldőlt, hogy annak idején azt hiszem főzőkonyha volt az akkori tanulmányterve, hogy ez egy beállt állapot lesz, hogy a gyerekek ebédje érkezni fog valahonnan. És ősidőben, tehát ez jó pár évvel ezelőtt, a régi óvoda épülete lett volna bölcsöde épület. Akkor az egyik foglalkoztató, pontosan egy itteni foglalkoztatónak a tetőterébe lett volna a tornaterem, ami azért legyünk őszintén, ez egy kényszer megoldás lett volna. A mostani koncepció szerint a régi óvodába kerülne kialakításra a tornaterem, és hát annyit kell még a dologról tudni, hogy közben jogszabályok változtak, tehát ilyen szülőkkel való találkozó helytől kezdve mindenféle kötelező dolog bekerült már egy ilyen léptékű óvoda programjába. És hát majd időnként ránagyítok. Tehát ez az első három egység épült meg egy kis pincével, amiben a kazánház van, egy itteni bejárattal. Itt állva maradt az az épület, ami hát már akkor is lehetett látni, hogy műszakilag
Egyrészt a fesztáv miatt se, tehát funkcionálisan is nehezen kezelhető, maximum egy egységet lehet oda betenni egy erős felújítás után, szigetelési problémák és mindenféle van. Ezért aztán azt a koncepciót gondoltuk megint újra, amikor három egység áll egymás mellett, ezeket egy folyosó köti össze úgy, hogy a tornaterembe is majd zártan el lehessen jutni. De a tanulmánytervbe leírtuk azt is, hogy ennek egy előfeltétele van a telkeknek az egyesítése. Mert annak idején ez nem történt meg, mivel csak erre a telekre épült meg az első ütem, ezért itt még van két olyan telek, amit egyesíteni kell ahhoz, hogy mindegyik az óvodáid, de egyenlőre nincsenek egyesítve. Amit egyesíteni kell ahhoz, hogy meg tudjon épülni az óvoda. Most a következő képen néz ki, hogy van a három egységes, három foglalkoztatós óvodarész, lenne egy két egységes óvodarész, egy egységes óvodarész, mindegyiknek a tetőterébe itt némi átalakítással különböző kötelező funkciók, pszichológus, meg logopédus, meg óvonői szobák és egyéb ilyesmik kerülnének. Lenne viszont a két nagyobb szán között egy olyan méretű előcsarnok, amihez, hát most már kötelező az előcsarnokból nyilóan egy olyan szülői mosdó-WC, ami mozgáskorlátozottaknak is megfelel, kialakulna egy olyan méretű tér, ahol legalább 60-70 szülő egyidejű tartózkodás, hogyha valami tájékoztatás van, vagy ha gyerekeknek valami bemutatója van, is ki tud alakulni. És amikor a közlekedőn tovább haladunk, van még egy foglalkoztató, illetve itt tud megállni az az autó, ami az ételt hozza, gondolom, ha jól emlékszem, a forgó étteremből, igen, és hát tartozik hozzá a melegítőkonyha, tálalórész, fehér mosogató, badellamosó, raktár és egyéb ilyen. És azt mi elég fontosnak gondoljuk, hogy ha tényleg az öreg épületet, ami hát olyan necces állapotban van, de elvileg még hihető, hogy így felújítható. Tehát messze jobb állapotban van mindig, annak ellenére, hogy sokkal régebb, mint az épület, ami most itt áll. Ahogy a gyerekek egy zárt közlekedőn tudjanak eljutni a tornaterembe, ne kelljen fölöltözni, pláne télen kimenni az udvarba, újabb öltözőt biztosítani. Úgyhogy itt nem is csináltunk más, mint a régi árkádos részbe tettünk azért mosdó-WC-t a gyerekeknek, hogy amiatt se kelljen feltétlenül visszamenni a saját foglalkoztatójához. Illetve a tornácos részen az utca felől csináltunk egy olyan bejáratot egy öltözővel, hogy esetleg az esti órákba ki is lehet adni mondjuk egy faluba más csoportoknak különböző ilyen tornatevékenységekre. Építészetileg pedig azt gondoltuk, hogy valójában az előző struktúrát kellene, vagy nem kellene folytatnánk. Egy pillanat még a tetőtér most nem akarok azért nagyon részletesen belemenni, de ugye mivel ez egy félnyereg tetős, ezen a részen van teljes értékű tetőtér mindig, ahol van lépcsővel lehet fölmenni, és hát itt a különböző kötelező, óvodához kötelező kiszolgáló helyiségek, irodák, óvonők és dadáknak az öltözői, fejlesztő helyiségek és egyéb ilyenek vannak. Ennek a kettőnek van tetőtere. Hát most itt azért kicsit nagyítanék. Tehát ez az épület, ami most megvan.
A következő, ahol két egység lenne, a kettő között lenne az az előcsarnok, ami 60-70 fő kényelmes fogadására alkalmas, majd utána ez egy lapostetős rész lenne extenzív zöldtetővel, ahova a ételszállító autó be tud állni, és mögötte van a két egységes óvoda vagy csoportszoba, aminek szintén a galériáján különböző dolgokat lehet raktározni, mert raktár nem igazán sok van. Most ez kicsit szét van törve, de ez a kelet felé üvegezett folyosó, tehát hogy ne kelljen árnyékolókat használni, ez folytatódik itt, és csatlakozik be a régi bölcsőde épületbe, ami most tornaterem lesz. Az utca felől pedig a József Attila utcából ezt látnánk, hogy lenne nagyobb bevilágító felület, ezt nyilván csak úgy lehet megcsinálni, hogy belülről valami hálós védelemmel, labdajátékok meg egyéb ilyenek miatt, és lenne az a bejárat, ami régen a tornácokra volt a bejárat, ami a külső látogatóknak a bejárata lenne. Most ennyi szellőző felület kell, hogyha az ember meg akarja úszni a gépi szellőztetést. Ha nem, elvileg a tetőtérben van rá hely, akkor gyakorlatilag fixe is lehet tenni, és ezt át lehet akkor teljesen fogalmazni, nem kell ennyi nyitható felület. És hát akkor itt, hát ez mondjuk a régi, a meglévőnek az oldalhomlokzata. És hát megpróbáltuk ugyanazokat a, nem megpróbáltuk, hanem így is akarjuk, hogy ugyanazokat az anyagokat és ugyanazokat a színeket használjuk itt is, mint már az első ütemné, ami megszokott. És hát ez egy fölnézeti beépítés a meglévő szárnyról, a két foglalkoztatós egységről, az egy foglalkoztatósról, a melegítőkonyhával és a tornateremről. Na most a variációkat eléggé beszűkíti a teleknek ez a formája, ez az ugra-bugra, mert mindenhol a szomszédok vannak, tehát van kötelező oldalhatár, meg egyéb ilyenek, de úgy gondoljuk, hogy ez a fésűs beépítés, ami a falura jellemző, ezt a fésűs beépítést kell tartani, ami a túlsó oldalon József Attila utca felől a tornateremmel szintén egy fésűs beépítés, nagyjából fésűs beépítésnek a folytatása. Ezt a, hát körülbelül ennyit mondanék az óvodáról. Jó, Ha nem számítjuk a tornatermet csak felújításként, meg némi átalakításként, akkor gyakorlatilag, és ezt meglévőnek tekintjük, de ezt a régi bölcsödét csak feltételesen meglévőnek, akkor gyakorlatilag pont annyi épülne még, mint ami már megvan. Tehát a cirka duplája. Igen. Információként még elmondanám, hogy folyamatosan együtt dolgoztunk az óvodavezető asszonnyal, és hála Istennek ő itt is ül az asztalnál, tehát ő majd első kézből adja azokat az információkat, amire nekünk szükségünk lehet. Illetve, hogyha valakinek föltűnt volna, hogy ilyen fogadóterem, olyan fogadóterem, nem a luxusra törekedtünk, ezek mind előírások. Tehát ma már olyan szigorú előírások vannak ezekre a bölcsödékre, óvodákra, hogy ugye azon sakkoztunk végig, hogy az összes ilyen előírt termet hogyan tudjuk belehelyezni ezekbe az épületekbe, úgy, hogy szép is maradjon. A magam véleménye az, hogy számomra nagyon tetszik, követi az elkezdett óvoda negyednek a jellegét. Így, hogyha ez meg tudna valósulni, akkor lenne 6 csoportszobánk, ahol a Bogdányi gyereklétszámot kényelmesen el tudjuk helyezni. Ugye ez most tudva lévő, hogy mindig egy kicsit
toldozunk, hogy be tudjunk férni a keretek közé, illetve néhány gyereket ugye késletetve tudunk csak fölvenni, de törvényt betartva. Nagy segítség lenne a falunak, hogyha ez az óvoda épület meg tudna épülni. Ez természetesen pályázati pénzből valósulhat meg, ugyanis ennek az értéke, most ha jól emlékszem, bútorozatlanul volt, ugye két új építés és a felújítás, ha jól emlékszem, 160 millió forint bútorozatlanul. 160-180-at mondtunk bútorozással együtt, igen. Tehát bútorozással lennénk a 180 millió forint. Hogy 250 ezer forint alatt lehet még egy négyzetmétert építeni, az nem mond igazat. Nem lehet a legegyszerűbb anyagokkal, de ami azért még egy minőséget képvisel, az körülbelül, hát a statisztika a kicsit más, az még többet mond, de hát jól kell versenyeztetni. Igen, de mindenképpen, tehát hogyha már gyerekekről beszélünk, akkor a minőséget próbáljuk előtérbe helyezni. Legalább egy arany középúton haladva. Ani, nem tudom, hogy mit hagytunk ki a felsorolásból. Szerintem minden benne volt, amit akkor beszéltünk. Volt már egy előző skic, amit megnéztünk, és akkor azt javítottuk, mert hát egyértelmű, tehát kimaradt akkor a kamra, tehát ami a... Hát ezekre nem akartam most kitérni, ilyen apróságok voltak, voltak, de azt akkor mind megbeszéltük, hogy akkor ezek bekerüljenek. És valóban, tehát ez, amit most Pulanti elmondott, ez a minimum eszközfeltétel. Tehát ez a 2012-es EMMI rendeletben így van, tehát ez a minimum eszközfeltétel, hogy ezeknek meg kellenek lenni. Tehát tetszik, nem tetszik, ez ilyen. Annyit tennék még hozzá, ezt talán neked is mondom információként, hogy ha minden tervünk sikerül és anyagilag is finanszírozni tudjunk, akkor az iskolát az Óvoda utcával egybe tudnánk nyitni, megvásároltuk azokat a telkeket. Tehát itt nem csak óvoda negyedről beszélhetünk, hanem óvoda iskola negyedről, ami közösen lélegezhetne. Tehát ezt csak azért mondom el, hogyha valóban ez sikerülni tudna, miért ne, akkor egy hatalmas lépést teszünk itt előre már hosszú, talán évtizedekre is, ami alapján a gyerekeknek a komfortját és biztonságát és a szép érzékét is javítani tudjuk. Még csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor én először ezt láttam, akkor hát nagyon-nagyon örült szívem, lelkem, hogy milyen jó lenne. Igen, álom. Bízunk benne, hogy a pályázatkiírók is majd így gondolják, hogy tényleg indulhatunk pályázaton, és sikeres lesz. Ugyanis azért ezt tudni kell, hogy valóban, tehát most ugyanúgy külön-külön épületben működünk, tehát a szerencsétlen gyerekeket folyamatosan öltöztetjük. Tehát a gyógypedagógus, logopédus akkor azért, mikor elviszi a gyerekeket foglalkozásra, akik tornára mennek, tehát a felöltözünk, levetkőzünk, tornázunk, felöltözünk, levetkőzünk, tehát a gyerekeknek az életéből rengeteg időt veszünk el az öltözködéssel. És hát, ahol... Nagyon szeretném, hogyha ezt élőben is láthatnám. János? Én csak azt szeretném kérdezni, hogy gépészetileg hogy van az elgondolás, hogy minden épület önállóan lenne fűtve? Nem. Vagy mi lenne? Mert ez lényeges azért, hogy különálló épületek. Továbbra is az első épület alatt van a kazán, és ez egy elég nagy helység, mert elvileg ott volt a mosókonyha is, amit sosem ki nem használt. Na most csináltunk egy kisebb mosókonyhát, hogy ott egy újabb kazánnal lehessen bővíteni, mert ha mondjuk a tornateremnél egyszer mégiscsak, mert igazán profi dolog azért mégiscsak az, hogyha gépi szellőztetés van egy ilyen csoportos ugra-bugra után, akkor azt pedig a tetőtérbe majd be lehet tenni. De hát ezeket, hogyha készül engedélyezés terv, akkor nyilvánvaló ezeket teljesen végig kell a szakágakkal is nem csak konzultálni, hanem végig terveztetni. Annyit mondanék, hogy a szabályok annyira változtak, és majd ezt a bölcsödénél is meg fogjuk látni, hogy gyakorlatilag,
ha egyáltalán fölmerülne, hogy valahol spórolni kell, nem igazán érdemes a foglalkoztatón spórolni, mert az azóta kiírt különböző közösségi helyiségek, azok a 4 foglalkoztatónál is ugyanaz a méretű tornaterem, és a többi, és a többi. Tehát ezek a kiírások kicsit úgy változtak, hogy ha ez 3 foglalkoztató marad, és mondjuk valami miatt jön egy olyan szabály is, hogy a rendeletek szerint aktualizálni kell, akkor egy csomó dolgot meg kell hozzáépíteni. Tehát nem függvénye, majdnem, hogy nem függvénye a csoportszobáknak az összes többi kötelező helyiség, amit biztosítani kell. Tehát a fejlesztő szoba az pont akkora méretű, hogyha itt 500 gyerek van, ez kicsit vicces, de így van. Értem. Bence, te? Hát nagyon szépek a tervek, és köszönjük szépen az elkészítését. Én tulajdonképpen Annihoz intézném a kérdést, vagy Gergely, lehet, hogy ez neked is szól, hogy ez gyermeklétszámban lehet tudni, hogy mit jelenteni. Tehát a most meglévő 123, vagy mennyi gyereket mondtatok legutóbb, ez most akkor plusz egy csoporttal több gyereket jelentene, vagy arányaiban véve le kéne akkor redukálni a csoportok létszámát, és elosztani a most meglévő 5 csoportot 6 felé? Vagy még pluszba lehetne több gyermeket fölvenni valamennyivel? Így van, tulajdonképpen most jelenleg vagyunk 130-an a 125 helyre. A 130-ból van 7 esenésünk, aki 2-nek, illetve 3-nak számítanak, az plusz 8. Tehát 138-an vagyunk a 125 helyre, ami már törvénytelen, mert 125 gyereknél mi nem vehetnénk fel többet, és még így is van 10, akit elutasítottunk, törvény szerint természetesen, akit nem tudtunk felvenni. A törvény azt mondja, hogy maximum 25 gyerek lehet egy csoportban, tehát hogyha még bekerül egy-két esen is, akkor természetes, hogy ettől kisebb, és az átlag létszáma 20. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 6 csoportszoba, 120 gyerek, az pont 6 csoportszoba az átlag létszámmal. Ez a 125, ez tulajdonképpen tényleg ez a maximum lenne, de hogyha ha maximális létszámot veszük, akkor az 6x2, 12, és 6x5, az 30, az tehát elvégben 150 gyerek is beférne. Tehát, hogyha még több gyerek de születik, tehát most vagyunk 130-an, számított 138, ott van a 10, akit visszautasítottunk, ott vagyunk most éppen 148-nál, tehát szinte akkor is már teljes kapacitással működnénk. Ha visszamegy a létszám valamennyivel, akkor is, tehát akkor nem a maximális létszámmal dolgozunk, hanem egy átlag létszámmal dolgozunk. És mivel csoportfinanszírozás van, ezért hát a csoportokat finanszírozza az állam. És üzemeltetésben jelentene ez természetesen plusz költséget, tehát itt a személyzetet, az óvónői kart akkor bővíteni kéne. Így van, plusz egy csoport, az plusz két óvónő, egy dada. Plusz egy dajka, semmi más. Igen. Jó, nem, bocsánat, még egy pedagógiai asszisztens, mert 3 csoportonként van egy pedagógiai asszisztens, tehát hogyha 6 csoportos lesz az óvoda, akkor plusz egy pedagógiai asszisztens is. Igen, tehát ez az, amit ugye állami segítséggel oldunk meg, tehát az óvónők továbbra is maradtak az önkormányzat kötelékében, és erre állami támogatást kapunk, tehát 100% az óvónőket mai napig az állam fizeti. Ugye az iskola volt az egy másik kategória, akik így kikerültek a mi védőszárnyaink alól. Azt gondolom, hogy ez az a lépés, amit nekünk mindenképpen meg kell tenni. Ismerjük a következő 3 évre a gyermeklétszámokat, tehát akik már most is pocakban vannak, tehát ezeket nagyjából fel lehet mérni. Ezzel a konstrukcióval a következő éveket, következő 5-6 évet azt meg tudjuk oldani. Nem számít gyerekbumra, hogy ezt átugornánk, tehát ezzel már hosszú éveket a jelenlegi tendencia szerint tartani tudnánk. Illetve azt is be kell látni, hogy a telek méret körülbelül ezt adja ki. Tehát ennél nagyobb lehetőség már nincs igazából, csak akkor, hogyha az ég felé kezdjünk el terjeszkedni, tehát emeletekbe gondolkodva. De a következő 5-6 évben ez nem várható, úgyhogy ez lenne az elegendő
épületmennyiség. Ezt a településünk, ha valamilyen szinten még gyakorlatban hozzá kell tenni, ugye, mert azért a fűtés, takarítás, stb. Ez az önkormányzathoz tartozik, azt el tudjuk látni, ezt ki tudjuk gazdálkodni. De ha már az anyagiakról beszélünk, akkor térjünk át a bölcsödére, mert anyagiakat tekintve az a nehezebb feladat. Úgyhogy azt is kérem a tervező úrtól, hogy mutassa be nekünk. Természetesen ezek az anyagok elérhetőek lesznek az interneten, illetve a képviselőknek. Le lehet itt most tölteni majd akár. Így van. Jó, tehát elérhetőek lesznek, és itt azt gondolom, hogy itt még egy-két alkalommal beszélni fogunk erről. A bölcsöde a túlsó oldalra kerülne, ami telkeket vagy oda fogja adni a Vácsorsi, vagy már odaadta. Hát előjáróban azt mondanám, hogy a bölcsöde az a világ egyik legdrágább intézménye, ugyanis a két foglalkozó, és erre aztán végképp olyanok a szabályok, hogyha hát nem foglalkoztatónak hívják a bölcsödének, két ápolási egység, vagy azt lehet is itt látni a teraszaikkal, a többi az mind kötelezően hozzáépítendő dolog. Részben érthető, mert gyakorlatilag nem áll túl távol végül is az egészségügyi intézményektől, tehát valamelyest érthető. A következőt, ez az utca az Óvoda utca, ezzel szemben van az óvoda. Itt próbáltuk betenni az összes olyan kiszolgáló helységet, ami majdnem, hogy egy falat biztosít, hogy a mögötte lévő udvar az egy viszonylag zárt terület legyen a gyerekek részére, mert hát ezek ilyen 3 éves korig gyerekek, hogy se a zaj, meg hát amennyi por van, az kiküszöbölhető legyen. Ezért gondoltuk azt, hogy ezt most én csináltam valami hülyeséget. Jó. Tehát erről a két telekről van szó. Itt rögtön megjegyzem, hogy a szabályozási terv szerint a beépítési százalékot ennyi kötelező mennyiség miatt, ami 30% lehetne, ezt 32 alatt nem lehet megúszni. Tehát Erzsi néni nagy lelkűségén múlna, hogyha ezt a kis darabot még odaadná, vagy ez pont elég lenne a 30%-hoz, mert azért egy szabályozási terv módosítása se egy egyszerű dolog. De hát ez... Így. Tehát következő, amit látunk, ez a két telek, feltételezve már szintén egy egyesítést, itt lenne a bölcsödének a bejárata, itt lenne a gazdasági bejárata, amögött kerítenénk igazán le, tehát ugyanúgy a melegítő konyhához érkező autó még a kerítésen kívül álljon le, és egy burkolt felületen a hozzá tartozó kötelező parkolókat, mozgáskorlátozott parkolóval együtt helyeznénk itt el. Na most ezt... Ja jó, engedi. Akkor először így összefoglalva. Tehát itt van a bölcsödének a beérkezése, itt érkeznek meg a szülők a gyerekekkel, itt van egy gazdasági bejárat, illetve egy olyan gazdasági folyosó, amiről az összes kötelező helység nyílik, plusz a bölcsöde vezetője és a bölcsödei daták. Igen. Gyakorlatilag egy lezárható folyosóról van az összes kiszolgáló terület, és a szülő, amikor a gyerekét mondjuk letette a babakocsit, tovább viszi, akkor egy olyan tágabb részre érkezik, ahol van egy öltöztető rész, és van egy fürösztő rész,
de az öltöztető részből is be lehet menni a fürösztő részbe, illetve mind a két foglalkoztatóba az öltözőből is és a fürösztőből is, és hátul lehet elmenni. Na, ezzel valamennyit lehetne spórolni a közlekedővel, de kötelező egy kerti házat építeni, amiben szintén van a gyerekeknek egy vizes blokkjuk, a kerti szerszámok, és hát ezt a tojásformát gondoltuk mi itt a szintén az előírásokban szereplő játszóháznak. Tehát ez az egésznek a felépítése, kicsit ráközelítve, hogy mi mindent kell itt biztosítani. Tehát amikor itt mondjuk bejön a szülő, itt ebből a, hogy az utca felé legyen azért a bejárat fölött valamilyen hangsúly, az előcsarnokból egy ajtóval zárva, egy lépcsővel mennénk föl a tetőbe, és oda helyeznénk el a kazánt, hogy ne kelljen iszonyú magas kéményeket építeni. Van a gyerekkocsi tároló, illetve itt is egy kötelező szülők részére egy olyan mosdó-vécé, ami egyben mozgáskorlátozottaknak is megfelel. A túlsó oldalon pedig megérkezik az étel, van egy átvétel, melegítőkonyha, tároló, a kocsik, amivel eltolják a két egységbe, a fehér mosogató, egy badellamosó, és van a központi szemét, ami aztán egy teljesen külön ajtón, egy külön úton kell, hogy kimenjen, és kerül elszállításra. De kötelező már egy bölcsődei egységnél is a takarítószerkamra, a fogyóeszközkamra, a játékraktár, a selejtraktár, tehát olyan raktárok, amik egészen 6 egységig ugyanazok. Tehát ez egy elég fura dolog. Természetesen, de mondjuk ez érthető, kötelező a személyzetnek egy melegítőkonyha, étkező, kötelező az irattár. És aztán tovább haladva, ez is persze a gondozói szobákhoz tartozik a saját öltözőjük, illetve a vezető szoba előtt terveztünk egy kis várót, hogyha a szülőknek speciális gondjaik vannak, akkor meg tudják beszélni. És aztán megyünk tovább. Még egyet kell tudni, hogy ahhoz, hogy elhelyezzük ezen a látszólag nagy telken ezt a bölcsőde együttest, az oldalhatára, amennyire lehet a lakóház, tehát itt egy oldalhatáros beépítés van, ilyen egyszerűen. Most oldalhatára nem lehet ablakokat nyitni, csak 2 méter felett. Ezt mondjuk tiszteletbe tartanánk, nem tudom pontosan ki a szomszéd, nyilván nem örülne, hogyha tele lenne ablakkal, és ezért épp a túlsó irányba nyitottuk meg gyakorlatilag a bölcsődének szinte az összes funkcióját. Tehát megérkeznek a szülők, ez is egy ilyen szülői váró tud lenni, ahol a 10 szekrénnyel a 10-10 gyerek átöltöztethető, és aztán van közösen egy fürösztő, amiben vannak gyerekvécék, gyerekmosdók, kád, masszírozóasztal, zuhany és ehhez hasonló ügyek, és mind a két, hát 50 négyzetméter kell a 10 főre, ez is egy elég, gyakorlatilag óvodánál is elég lenne, tehát itt nyilván az ágyak miatt, és kell biztosítani egy játék és ágynemű és matrac raktárat minden egységhez. Ezek vannak hátul egy ilyen tolófallal elválasztva. Kötelező ezen kívül ugyanúgy 50 négyzetméter teraszt építeni a bölcsödéseknek, ez például az óvodánál azért nincs így, és annak egy részét szintén kötelező fedettként megcsinálni. Gondolom, hogy jó idő van, de eshet az eső, vagy szóval igen. Tehát ez a két egység lenne, meg mindegyiknek kell egy lefedhető homokozót,
csinálni. Frissebb a bölcsődei előírás, és ezért sokkal részletesebb az a gyanúm. És aztán van a kerti játékoknak a kamrája, a mosdóvécé, és van egy játszóház. Tehát körülbelül így néz ki a beépítés, aminél azt tartottuk tényleg nagyon fontosnak, hogy az egész bölcsőde az utcáról és a szomszédtól amennyire lehet inkább forduljon befelé, és legyen egy ilyen védett figura. Ez mondjuk megint megpróbálnám fölnagyítani. Tehát így néznék ki egy metszet, a foglalkoztató, tehát a két foglalkoztató és a közösségi épület is egy enyhe lejtésű tetőt kapna, ugyanis ez egy olyan méret, amit az előírás tartalmaz, hogy egy oldalról a kötelező mennyiségű bevilágító felületet már nem is lehet szinte megadni. Ez a minimum az alapterületnek az egy tizede. Ezért azt gondoltuk, hogy egy másodlagos világítást is lehet még északról biztosítani, amit szintén nem kell aztán árnyékolni, mert északi oldal, és egy külön ilyen belső építészeti elem mögé kerülnének be a játék ágynemű és matrac raktár. És hát ez a tojás alakú figura lenne a játszóház. Az udvar felől mondjuk ezt a... Jó, előbb ilyen kicsibe. Tehát ez lenne az utca felé az a egyszerűség kedvéért kiszolgáló épület, ahol a gazdasági bejáratok vannak. Ez a lapostetős rész lenne már a bölcsődevezető és gondozók szobája. Utána következne két egység, na most itt a játszóház betakar, de két egység, majd a távlati képeken látjuk, két egység a bölcsődének. A lapostetős részeken itt is azt gondoltuk, hogy olyan extenzív zöldtető kell, amit most már csináltunk egy párat, és soha nem kell vele semmit csinálni, és az ott viszonylag kordába tartva, ilyen kötörőfüvek, meg egyéb ilyenek nagyon jól el vannak, anélkül, hogy az ember locsolgatná. Az utca felől így nézne ki, tehát ezen a magasított részen lenne a gépészet, ott a kéményeket lehet is látni, a bölcsödének a fő bejárata, és a rengeteg raktárnak a kereszt folyosói lennének megvilágítva. Ez az érkezés, így néznek ki körülbelül az udvar felől, az egyik terasz felől, tehát a játszóház melletti foglalkoztató terasz a másik terasz felé. Ez a központi rész, az szintén meg van világítva. És hát fölnézetben körülbelül így néz neki ez az együttes, 600 valamennyi négyzetméter az, ami a 20 főhöz kötelező. Tehát ez egy elég, az 30 négyzetméter per gyerek. Ez minket is meglepett, de ez egy húzós dolog. Ez egy előírás, luxus. Tehát ezzel nem tudunk mit csinálni. Emeltem ki korábban is, hogy nem luxusra megyünk, hanem az előírásokat követjük. Ezért a bölcsőde is olyan, mintha mondjuk egy 30 ezer fős településen egy hat gondozási egységes lenne kiírva, mert az fajlagosan csak 400 négyzetméterrel több, mert négy foglalkoztatóval, az összes többi az gyakorlatilag ugyanaz.
egy kicsit ellentmondásos a dolog. Tehát falun gyakorlatilag hát nagy lélegzetvétellel lehet bölcsödét építeni szerintem ma. De mondjuk ezt nem kell megítélni. Nem jársz messze az igazságtól itt közben, csak gyorsan, ugye itt is azért a 250 ezeres négyzetméterre hát akartunk számolni. És már számolom is, hogyha bútorozatlan veszük, akkor ez egy 150 milliós. Igen, igen. Gyakorlatilag épület. Annyi, mint az óvoda. Igen. Hát plusz áfa. Igen. Még szóval jobb, akkor egy 250 az nettó. Akkor ez egy 200 milliós eset. Amit csak azért mondok el, és egy pillanatra még visszatérnék hozzá, de egy pillanatra az anyagi akad, tehát ez egy 200 milliós épület előírásoknak megfelelően, újra és újra kiemeljük, bútorozatlanul egyelőre, tehát de még meg kell lenni ugye ezeket a bútorokat, ami a konyha, tejkonyha, mert ugye, hogyha esetleg valaki még nem ért el az egy évét, akkor az ANTS előre a tejkonyhát is, amit le lehet ugyan választani ebből a konyhából, de hát most ez ki és hogyan. Tehát ez egy olyan horribilis összeg, hogyha a pályázati kiírás nézzük, amit erre írtak ki, ott gyerekenként írnak elő 6,4-6,5 millió forintot, tehát az jön ki egy ilyen 150 körüli tételre, ami még segíthet, hogy a csoportszobában maximum 12 gyereket lehet elhelyezni, tehát összesen 24 gyereket tudnánk fogadni ebben az épületben. Tehát ennyi lehetőséget tettek még a törvényt megfogalmazók. Akkor egyelőre pedig csak az épületnél vagyunk. A fenntartásról, stb. Jelenleg nem tudunk nyilatkozni. A következőt szeretném kérni, hogy ezt majd külön tárgyaljuk a képviselőtestülettel, ne terheljük ezzel a tervező urat. Egyetlen kérdésem van, tudván, hogy te egyetemen tanítasz, úgyhogy azt gondolom, hogy nem foglak megválaszolhatatlan kérdés elé állítani. Egy-két szóval a jellegéről, a stílusáról az épületeknek, hogy ez hova sorolható, milyen építészeti stílus, hogyha lehet ilyesmiről két mondatban. Ugye az óvodáról is, hát a bölcsödéről is. Nem lehet. Hát előadás nem tudunk. Sokkal bonyolultabb dolog. Hát én azt gondolom, és azt tanítjuk, de legalábbis sokan ezt tanítjuk, van, aki nem ezt tanítja, hogy a 21. században nem lehet úgy építeni már, mint mondjuk a 19. században. Részben, mert bizonyos építészeti stílusokat maguk az anyagok már meghatároznak. Tehát már egész más anyagokkal építünk, bár persze van tendencia arra is, hogy meg kísérletek, hogy újból vályokból építeni. Ugyanis az anyagok meghatározták annak idején a szerkezetet is, a szerkezeteknek a rendjét. Nyilvánvaló egy vályokból épült háznál nem lehet 6 méteres fesztávot építeni, mert nem bírják a falak. Tehát ez így egy elég bonyolult összefüggés, plusz egy másik oldalról megközelítve, meg úgy gondoljuk, hogy már a lakóházak funkciója is megváltozott. Tehát az az irány, amit nagyon sokáig, nagyon sok községben előírtál a szabályozási terv, hogy csak 45 fokos magastetős épületet lehet tervezni. Szentendrén egy ideig még azt is előírták, hogy és piros cseréppel. Na most, hát az igazság, hogy a szabályozás terv készítői általában nem a helyszínen élnek, és nem nézték meg igazán, hogy Szentendrén a főtéren se piros tetős minden, még ami 1700-as években épült, az se. De nem is ez a lényeg, hanem egy olyan funkcióváltás volt azért 100-200 éve, hogy
Hát a magas tető, ami annak idején termény tárolására volt kitalálva, az a funkció elmúlt. Ezek után belekényszerítettük szerintem az embereket a tetőtérbe való lakásba, ami nagyon hosszú ideig a rossz, de még most is egy nagyon jó hőszigeteléssel is, nyári pokol klíma nélkül, ezek után megjelennek mindenféle ketyerék a homlokzatokon. Tehát én azt gondolom, hogy ma nem ez szerint kell például családi házat se tervezni, hogy eleve megmondani, hogy milyen, tehát hogy csak magas tető és csak 45 fok, hanem azt gondolom, hogy a legfontosabb az a helyben, a helynek megfelelően, először is a település struktúrája, az szerintem a legfontosabb. Tehát, hogyha úgy sorakoznak egymás mellett házak, hogy azok lehet, hogy kicsit más stílusúak, ez több száz évig így történt, hogy egymás mellett, ahogy 50-100 évenként változott a világ, más-más stílusban épültek épületek, de ha léptékükbe illeszkedtek abba az utcasorba, akkor abban az égvilágon semmi gond nem volt. A borzasztóbb az, hogyha ilyen formális törekvések vannak, hogy csak magas tető, csak 45 fok, de mondjuk kétszer olyan széles, mert nem lehet már 4-50-ben úgy igazán mindent megcsinálni, kétszer olyan széles, mint ami régen a tényleg szép arányt adta. Tehát én úgy gondolom, hogy a hely szelleme az egy hihetetlen fontos, hát én legalábbis a irodánk is így gondolja, és valójában a hely és mindig az adott funkció az, ami, és az adott anyagok lehetőleg, amik gyakorlatilag a kiinduló pontot jelentik. És hát mondjuk most itt a bölcsőde volt utoljára, akkor kicsit a bölcsődére visszatérve. Nyilvánvaló egy ilyen sokrétű funkciót, aminek kötelező ezen kívül még földszintesnek lenni, nem lehet beterelni egy családi ház méretbe, illetve mi nem szeretjük azt a hamis illúziót kelteni, hogy mondjuk egymás mellé teszünk három kvázi klasszikus családi ház figurát összekötve, minthogyha az egy családi házból álló sorház lenne, hanem azt gondoljuk, hogy valahol az épületen a funkció is kell, hogy tükröződjön. És nem lehet egy kulissza mögé építeni olyan funkciókat, amik annak idején soha nem voltak. Tehát még egy lakóházat csináltunk ilyen hagyományozó családi ház pályázaton, és nyertünk is országos első díjat. Még egy családi házat be lehet szorítani egy ilyen szalagtelkes beépítés 6 méteres fesztávjába, de gyakorlatilag egy középületet már nem. És egy középülettől is azt várná az ember, mint ahogy egy lakóháztól is, hogy a funkció az valahogy tükröződjön az épületen, tükröződjön igenis még a 21. század is, mert elődeink se az előzőket másolták, eszükbe se jutott. Hát Szentendrén is, hogyha megnézi az ember, ott a baroktól kezdve, az eklektikán keresztül a modern épületekig egymásra épülők, és azért nem zavarják csak egymást, mert léptékbe hasonlóak a beépítés formájába, vagy zárt sorú, vagy ha nem zárt sorú, akkor is hasonló léptékű, azokat mindig komolyan figyelembe vették. És hát én a mai faluképeknél nem azt látom bajnak és problémának, hogy különböző, mondjuk azt, hogyha egyáltalán lehet arról beszélni, hogy különböző stílusú házak épülnek föl, hanem hogy különböző léptékűek. És hogy bármikor egy, mondjuk itt a főutcában, nem tudok ilyen példát mondani, de egy szalagtelkes, valaha tornácos beépítés, ami egyfajta léptéket jelent, amellé bármikor be tud épülni egy kétszintes, szintén magas tetős, mert az előírás esetleg előírja, de egy olyan méretű ház, és ez sokkal-sokkal nagyobb probléma, mint hogyha
mint hogyha a léptékre figyelnének mondjuk a, hát ez nem csak a tervezők, hanem a megbízók is, mert a megbízó is érthető, hogy egyre drágább telek árak mellett nem túl nagyok a telkek, többet akar megtartani udvarra, akkor elkezd fölfelé építkezni, még egy szint, meg tetőtér, miközben hát mondjuk én is így építkeztem Szentendrén, de szívem szerint, hát ezt úgy gondolom, hogy egyszer mi már mindenhonnan lejöttünk a földre, és arra vagyunk kitalálva, hogy síkba közlekedjünk úgy igazán. Csak tényleg nincsenek akkora telkek, hogy az ember, mondjuk pláne Szentendrén, hogy síkba tudjon mozogni. De szóval nagyon röviden én tényleg azt gondolom, hogy a helyi léptéket kell megérizni, fontosnak tartom azt is, hogy az ember úgy sejtse, hogy mondjuk az utcán milyen nyílásrend alakult már ki, az anyaghasználat, hát ami az is egyre nemzetközi lesz, mert már lassan magyar anyagok nincsenek is, úgyhogy már nehéz azt mondani, hogy helyi anyagok használata, mert a cserép se, nem csak, hogy nem helyi, hanem már nem is magyar. Hát ezt így nem hiszem, hogy kulisszákat kellene építeni. Nekünk is szerintem a korunkat kell vállalni, de ez nem azt jelenti, hogy önfeledten akármit, hanem a beépítésben megfelelő és tömegében megfelelő léptékű dolgokat, ami magának a falu struktúráját nem nyomja szét. Köszönöm. Vizsgai időszakban majd jelentkezünk. Jó. Hát nem biztos, hogy jó, de... Jó. Amit én viszont szeretnék kérni, hogy korábban... Most már úgy se érek vissza az irodába. Igen. Próbáltunk sietni azért. Amiről egyszer már korábban beszéltünk, hogy ha időd és energiád engedi egy előadást a településünkre, mert tudom, hogy azért... Hát szerintem össze lehet úgy, hogy nyáron kijönnék és végigfotóznék pozitív, meg nem annyira pozitív példákat, csak ez mindig olyan... Felvállaljuk, és megköszönném, mert... Na jó, hát rám fognak haragudni. Hát nem, biztosíthatlak, hogy a főépítész és én viszem el a balhét ezzel kapcsolatosan. Elég jelentős energiákat fordítunk arra, hogy a szakmának a nyoma is azért meglátszódjon az új építésű házaknál, illetve a régieknek az átalakításánál. Elég sokat cikkezünk ezzel kapcsolatosan, és mondjuk azt el tudom mondani, hogy hála Istennek nagyon sokan fordulnak már a főépítészhez, tanácshoz, stb. Tehát azt a hullámot, ami elindult, hogy mindenki a saját ízlése szerint, és mondjuk úgy, hogy léptékében építsen, az sikerült lelassítani, megállítani még nem teljesen, de nagyon nagy segítség volna, hogyha ezt egy igazán hát ebből a faluból... Én szívesen végignézem úgy, és végigfotózom, hogy megmutatni azt is, hogy attól, hogy valami régi, nem biztos, hogy szép. Ezt ma olyan kézenfekvőnek gondolja mindenki, hogy ami régi, az biztos, hogy szép. A régiek között is van Bogdányban nagyon szép épület, és van érzéketlen és semmilyen, de régi. És ugyanígy újak között is tudok itt a főutcán is olyan jó példát mondani, ami... nem akar feltétlenül olyan lenni, mint amiről mi azt gondoljuk, hogy még az 50-es években, még a sátortetők előtt, meg egész más ma a sátortetős kockaépületeknek a megítélése. Egy német építésznő végigfotózta az országot, mert ez egy unikum, ilyen Európában nincs a sátortető. Ez egy hihetetlen logikus kocka volt, iszonyú logikus alaprajzal, plusz anyagtakarékos, mert ezt a sátrat, ezt egy sokkal, majdnem hogy hulladékanyagokból meg lehetett csinálni, egy klasszikus, normális tetőhöz képest. És hogy azok között is. És az is nagyon érdekes, hogy,
hogy mi az a határ, neki nagyon tetszettek azok a kockaházak, ahol a két-hármas ablak között mindenféle dekoráció volt. Hát az embereknek hihetetlen díszítő kedvük van, a gond az, hogy azt a biztos ízlést, amit általános iskolától mondjuk ilyen vizuális oktatással kellene megadni, az hiányzik. És erre érdemes lenne talán ilyen, vagy ha mondjuk a megbízónak nincs olyan biztos ízlése, akkor talán egyszer el lehet jutni oda, hogy nézi az internetet, és úgy választ építészt, hogy akiknek jó házaik vannak, nem aki a legolcsóbb. Ez nagyon-nagyon megbosszulja magát, de szerintem ma egy családi háza alsó hangon 30 millióval azért egy túl drága játékszer ahhoz, hogy a átadáskor derüljön ki, hogy ez se így kellett volna, az se úgy kellett volna, nem olyan anyaggal kellett volna. De szívesen szeptember-októberben megtartok egy ilyen előadást, ahol Bogdányi jó és rossz példákkal új és régi épületekből, meg esetleg máshonnan is, amit mondjuk Bogdányban annyira nem ismer mindenki, hogy körülbelül ilyen lakókörnyezetben azért milyen 20. századi épületek tudnak tökéletesen beilleszkedni. És nem biztos, hogy a... Tehát én azt gondolom, hogy nekünk nincs stílusunk. Mi minden házat az akkori funkcióval és az akkori település szerkezettel és az ottani helyi dolgokból kiindulva kezdünk el csinálni. Akinek stílusa van, az gyakorlatilag csak a környezetet nem veszi figyelembe, mert annak mindig ugyanazt kell csinálni. Mert ha egyszer nem olyat csinál, akkor a kritikusok és a média és mindenki kiáll mögüle, mondván, hogy megkérdőjelezi az addigi életművét. Mindig azt szoktam mondani, hogy Makovecnek voltak szóbeli megnyilatkozásai élete vége felé, amikor úgy jelezte, hogy talán nem minden pont ebbe a stílusba kellett volna megcsinálni. De egy idő után nem tud már mást csinálni, mert hogyha élete vége felé csinál egy ad abszurdum lapos tetősházat, visszamenőleg kérdőjelez meg mindent. Tehát a stílus rabjának lenni azért az nem egy egyszerű dolog. Hogy a hallgatóknak szoktam mondani az ilyen plusz órákért, hogy majd a számlát küldöm. Nagyon szívesen hallgattuk. Hát majd akkor összeáll. Na most, hogyha kell, mert a pályázathoz kell már engedélyezésed, vagy... Nem, egyenlőre nem. Most elegendő ez. Ja, jó. Úgyhogy... Csak avval kell számítani, hogyha kell... Mondjuk az óda az elég, azt már most elég jól feldolgoztuk, hát azért egy ilyen 6-7. Értjük. Nem 6-7, hanem 6 darab 7-re azért szükség van. Beszéltünk már a pályázatíróval, és a jelen helyzetben elegendők ezek a tervek. Jó. Ezzel el tudunk indulni. És jó, hogyha hát olyan elég, fázisban elég vagyunk, részletes akkor... négyzetméter kimutatás igen. Van, úgyhogy ebből ez nekik, ha jól tudom, elég volt egyébként. És szép anyag volt. És újra megköszönöm azt, hogy ugye április 11-én nyitották meg azaz tegnap ezeket a pályázati lehetőségeket, és ti le is szállítottátok már a múlt héten, tehát nem rajtatok múlik, hogy most beadjuk ezt, vagy nem azt. Ez itt majd képviselőtestületi vita hát, és döntés. Hát, csak te meg, akkor miért fenyegettél minket április 1-jével? Hát... úgy tudtuk. Nagyon szépen megköszönöm Púl Antal úrnak, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál.